Szép jó napot kívánok mindenkinek, aki nézi az adást. Picit megcsúsztunk, és később érkezünk. Kevesebb versenyzővel, 11-en vagyunk jelenleg bent a lobbiba, és annyi változott, hogy a kevés létszám miatt úgy megmarad a 18 perc időmérő, de csak 25%-os, tehát 13 körös verseny lesz itt Szaúd-Arábiában, és félpontok, szóval félpontokat osztunk ezen a versenyen minden célba érkezőnek. Szóval nem maradunk futam nélkül, itt soft csoportban, közben lejjebb veszem a hangot, mert szerintem ordítani fog, én meg nem szeretnék. Így, visszavesszük gyors, addig, amíg a srácok készülődnek, és állítják be a setupot, hogy megkezdjék az időmérőt. Itt van ez a 11 versenyző, akit most már föl lehet sorolni gyorsan is, mert kevesen vannak. Neo a Ferrari-val, csapattársa Wimmerbotton, szóval a Ferrari 100%-os pilótapárossal érkezik. Ahogy a Mercedes is, mert Apache és Honda Bicska foglalja el mind a két helyet. Majd az Alfa Tauriból egy darab versenyzőnk van jelenleg a rajtrácson, Eisner Budapest. A Haas pilóta páros is csak egy versenyzőből áll, Daniból. Majd van mind a két alpinunk, Oswald és Schindel kollega. Ők is fullon vannak, ahogy a két Alfa Romeo is, Apex Keki és Turbo Tomi, avagy Mr. Qatar Airlines. Jó helyen vagyunk, hisz Szaúd-Arábia, és itt vagyunk az Egyesült Arab Emírségek közelében. És akkor marad csak egy pilótánk, egyedüli Red Bullosként Barna BTV. Én meg gyors beállítgatom a cuccokat. És átmegyünk Oswaldra, hisz ő fogja minden bizonnyal elkezdeni az első kört ezen a kicsikét félbe csapott verseny hétvégén itt Soft Medium Groupban. Mindjárt mondok egy pontállást, ha oda kerülök. Szaúd-Arábia volt, nem frissült még a ponttáblázatunk, hisz Ausztrália még nem került föl a jegyzett pontok közé, de reméljük, hogy majd a verseny után lesz most már értékelhető ponttáblázatunk is. Nem sürgetem, ugye IOT kollega szokta csinálni a pontokat, de sajnos nincs ideje, és ezért nincsenek a pontok kirakva. De már csak ezen kívül, ezen a szaudi versenyen kívül már csak egy bahreini szezonzáró lesz. És utána egy kisebb kis szünetre megyünk el, miközben Oswald 32-2-es első szektort jött, ahogy látom. Schindel viszont jobbat, 32-0-át, ő ugye, ha minden igaz, ő Schindel, csak nevet váltott, most már Márton, Marcika lett a neve. Talán ki sikerült matekoznom. Szóval így tartunk, miközben Oswald jön 1 perc 803-at a második szektor mérési pontjánál, Marci viszont jobbat, kb. 4 tizeddel jön jobbat Schindel, mint Oswald. És rá is fog fordulni majd Oswald a célegyenesre, nézzük, hogy mennyire veszi jól. Közel a falhoz, nem csinál a Verstappent, és a célegyeneshez közeledve egy 28-0-át megy, 28-0-76-ot, de ennél jobb Schindel is, egy 27-6-57, bőven jobb ez az első kör, mint Oswaldé. Neo is jött egy úgymondva bemelegítő kör, de ugye médiumokon a két Alpin pedig a lágyakon próbálkozott először.
28-7. 7 tizeddel van elmaradva Oswaldtól, és hát majdnem egy, hát bő egy másodpercre Schindeltől. Ki a következő? Apacs lett volna a következő, de neki tört a szárny, és el is vették a körét. Daninak is elvették a körét. Turbo Tominak nincs még egy elvett köre sem, de ő most érkezik, és az utolsó kanyarra. És nézzük, hogy hogy fordul rá. Egy picikét, mint a szélesebbre hagyta volna azt az autót közel a falhoz, jobb oldalon a pályán. És érkezik Turbo Tomi egy 27.785-ös kört, és már ugrunk is bele Eisner Budapest bombordjába. Az első kanyarhoz érkezik. Érzésem szerint egy picit elfékezte, és túlment ezen az első kanyaron, de ez még belefér. Itt is nagyon közel veszi azt a falat. Talán nem érintette meg, a szárnya még egybe van, ahogy látom. Itt is nagyon közel ahhoz, hogy elhagyja a pályát. Itt is, de nagyon jól megvan, és átjön ezeken a kanyarokon. Az első szektorban 32-2. Nem hiszem, hogy ez a leggyorsabb első szektor, de lilának jelzi. Bár ez minden játékosnál lilának fogja jelezni. Hogy hogyan működik ez a rendszer, ezt még én nem tapasztaltam ki. De lilának jelzi, az a lényeg. Itt a DRS-es szakaszon meg tudja húzatni Eisner Budapest. És nagyon nagy sebességgel átjön, itt könnyen úgy föl lehet ülni arra a rázókőre, hogy simán eldobhatja az autót. Eisner Budapestnek viszont stabil maradt az Alfa Tauri. Turbo Tomi elengedte. Közel a fal, nem annyira közel a falhoz, de lényeg az, hogy bevette, és ez egy 28-1-es kör. Negyedik helyre jó megelőzve ezzel az úgymond fölfogható ilyen próbakörnek is Neo részéről az a médiumos karika. És úgy tűnik, hogy Ungabicska is médiumokkal próbálja meg az első körét, miközben már csak 11 perc, picivel több mint 11 perc van még ebből az időmérőből vissza. És érkezik a másik Mercedes-es, aki reméljük, hogy be tudja fejezni az első körét. Miközben én a pontoknál ugye leragadtam, miközben Hungavicska itt száguldozik nekünk, addig onboardba mutatom az ő körét. Szóval Turbo Tomi vezeti a bajnokságot, de amint én azt úgy kiderítettem, meg is nyerte, de ugye még az ausztrál pont még nincs bent, de Turbo Tomi a bajnok, azt hiszem. Meg tudom nézni. És így is van, a Softgroupnál Turbo Tomi lett a bajnok. Szóval ő majdnem, hogy tét nélkül versenyez ma, de szerintem így is, hogy fél pontok vannak, azért szeretne pontokat gyűjteni, és egy jó verseny zárni így utolsó előtti futamon. Aztán őt követi Schindel, Eisner Budapest, Oswald és Apacs az első öt. Így. Mindannyian itt vannak. Ugye Schindel vezet egy 27.657-tel. Miközben érkezik Ungabicska, ezt azért megvárjuk. A hatodik helyre 28.8, ez is egy bemelegítő kör. És hát akkor át is tudunk váltani Neóra, aki most már lágygumikon próbálkozik a Ferrarival. A csapattársa Wimmer Botton még csak most jön kivezető körre, ő talán még nem volt körön, bár ezt nem nagyon most fogjuk kideríteni. Hatalmas sebességgel szeli át ezeket a kanyarokat Neo, és egyből 6 tizedet javít saját legjobb idejéhez képest Neo.
tehát a pole pozícióhoz egy 1,2 másodperces javítás elég, bár ki tudja, hogy itt miért fog menni Neo, itt most 9 tized, és épp hogy lemegy a pályáról, és elvette a körét a facsis kivezetőn, meg ahogy mindenki, az utolsó 4-5 ember Oswald talán körön, így is van, és ha jól látom, akkor már nem ment át még az első szektor mérési pontján, de 152 ezredet mutatott javításnak az idő. Az, hogy ebből mennyi igaz, az most itt kiderül. Hát ez másodperc. De az autó hangjából hallottam, hogy el is vette. Nézzük, Wimmer Bottond kivezetőn. Barna BTV is most jött ki a boxból, ahogy láttam. És a másik Ferrarival Botondunk próbál időt menni. Egyelőre Schindelnek az a köre az nagyon jó volt. Első körnek nem is annyira rossz, és ezzel még vezet is. Hát még idő van, mint a tenger, 7,5 perc még áll a versenyzők rendelkezésére, hogy be tudják fejezni, vagy éppen el tudják kezdeni azokat a köröket, amiket szeretnének. Új, mit fogott Wimmer Bottond, a másodikat már nem tudja megfogni. Pedig már majdnem kimondtam, hogy ez egy nagyon szép mentés volt, ami az is volt, utána pedig még gyorsabban akart a gázra lépni, és onnantól már menthetetlen volt az autó. Ki van körön, a Pexé ki. Ugyanott, ahol Wimmer Bottond eldobta. Köde közel volt a falhoz. És most ér a DRS zónába. Itt azért a sebesség elérheti a 330-at, ami neki csak 329, de közel volt hozzá. Itt lesz majd a legtöbb végsebesség, hisz itt azért sokkal hosszabb az egyenes. Hát ez a DRS-es szakasz, inkább így mondom, és itt már 333-at el tudott érni az Alfa Romeo. És itt ráfordul a célegyenesre, miközben Turbo Tomi 1.27.451-jel tovább javítja a polnhoz való időt, miközben Apex Keki csapattársa pedig 28.5-tel az ötödik helyen. De hát még nagyon nincs vége. Jön Dani is, de ő inkább az utolsó pillanatban rántja be boxba. Barna BTV is körön. Schindel is kivezető körön. Szópá! Ott azért nekivágta a falhoz Barna BTV. A szárny az nem tudom, hogy törte, így nem, külsőleg nem hiszem. Nagyon gyorsan megvan ez a kanyar, és igen, ezt mondtam, simán fölül oda az autó, és megdobja annyira, hogy, beleránt a falba. De úgy tűnik, hogy nem sérült, bár nem tudom, hogy sérülés. Bár van beállítva sérülés, mert apasnak le volt törve a szárnya teljesen. Miközben Hungabicska eldobja lehetetlen helyen a pályán, mert oda nem megy a kamera. De most talán látjuk, ott dobta el. Közben Mártonunk egy újabb köröm, de ez ilyen lazagurítós kör inkább, és csak 4,5 perc van vissza ebbe az edzésből, és Schindelen kívül mindenki boxban, és Oswald úgy dönt, hogy kijön a 4 perces táblánál, úgymond, ha így vesszük. Szerintem Schindel megkezd még egy kört, vagy inkább talán bejön majd még egy lágyér, ha van. Már 13 kör van,
itt médium lágy, vagy lágy médium, ki ahogy kinek ki mi tetszik, ugye 13 kör van, bár nem rövid a pálya, azért közel egy 30-as körök. Nem tudom, hogy ki fogja bevállalni esetleg majd lágyas startot, mert itt szerintem a médium hard az kizárt. 25 körnél esetleg. Addig nézzük Oswaldot, ő van egyedül kint a pályán. Többiek szerintem rakják föl az új light setet, ha maradt, hanem akkor egy előző próbálkozáson, tehát gumival fognak majd kísérletezni itt az utolsó, hát jó 2,5 percben lassan. Ezt most hagytuk el a 3 perces figyelmeztető táblát. Lassan ki kéne érkezni majd a csapatoknak is, ha akarnak még egy kört menni. 2 kör az nem hiszem, hogy belefér. Ha hibázik, akkor viszont főleg nem fog beleférni. Oswald kezdi meg a körét. És nézzük, hogy 27.9-nél lesz-e jobb. Esetleg lesz a pole pozíciós idő tőle. Barna BTV előtte. Ha odaér közel hozzá, akkor el fogja engedni az alpinost. Szerintem ez pálya legszebb kanyar kombinációjában. Ott azért nagyon közel volt a pálya széléhez Oswald, de megcsinálta. És egy tized a javítás, 32-0-ás első szektor. És hát természetesen lila. Bár ezt már lassan fölösleges lesz mondanom, hiszen mindenkinél lesz fogja mutatni, ha javít. Érkezik a DRS zónához, a második DRS zónához. Itt is majdnem 2 tized, és hát 1,5 tized, inkább így, hisz azért a 2 tizedhez még messze voltunk. 1,5 tized javítás, pozíciót nem érne, de időbeli javítást viszont igen. Tehát még itt van ez az utolsó kanyar, és ebbe is hagyhatott valamennyit. Nézzük, hogy mennyit hagy benne. 27.7, marad a nagyjából 1,5 tized javítás, és egy 27.766 a pontos idő, amivel sikerült hát időt javítani, de pozíciót így tényleg nem. És hát akkor érkezik Schindel. Talán még külön van Barna BTV, Immer Botond is, Dani most kezdte el, Apastol viszont megint elveszik. Viszont visszaugrunk gyorsan Schindlerre, megnézzük az első szektorát. Új, nagyon lement a pályáról, picikét szélesebbre csúszott, és ez volt a veszte. És Neo töri össze. Látnám, hogy hol. És Barna BTV is, hisz egy pillanatra átváltott Ghostba, és Apacsnak be is ment a boxba, de vége az időmérő edzésének. Őt leintette. És Wimmerbotton se fog tudni új időt menni. Ő is idő nélkül a 10. helyről fog neki vágni ennek a futamnak. Dani van talán egyedül olyan mért körön, hisz Apex Keki is pályaszélén. Ezner Budapest nem javít. Schindel sem. Talán még Turbo Tomi, de gyors visszaugrunk Danira. És hát szegény Danitól is elveszik. Így hát nagyon senki sincsen körön, csak Ezner Budapest. Sőt, Turbo Tomi van javításban, ahogy látom. Egy tizedes javításban még. Pakó, hát pakol. Hatott volna rá, de nem veszi el a játék. Ezt viszont nem illene befejezni, nem lenne szép. Bár szerintem nem nyert annyit vele Turbo Tomi, hogy ezzel annyira világra futó időt menjen. Ezner Budapestől is elveszik. Hát akkor nézzük Ezner Budapest, hogy mennyivel fogja befejezni így. Nem javít. 3 tized benne maradt.
3,5. Így a pól megvan, 1,27, 4,51-el, Turbo Tomi a pól pozíció, mögötte a két Alpin, Márton és Oswald, sorrendben majd jön Eisner Budapest a negyedik helyen, az Alfa Taurival, és követi őket Apex, majd jön Neo és Hungabicska, és Apacs, két Mercedes fog rajtani egymás mellől, majd érkezik Dani is a Haas-szal, Wilmer Botond a 10. és 11. helyre kvalifikálta magát Barna BTV, így az utolsó négy pilótának nem volt ideje. És hát akkor itt van a hivatalos végeredmény is. Ahogy mondtam, Turbo Tomé lett a pole pozíció, 1,27-4,51-el, 2,1-del maradt le Mártonunk a második helyen az Alpinnal, és picivel több mint 3,1-del Oswald is az Alpinnal a harmadik helyen, még dobogós helyen. Eisner Budapesten negyedikre kvalifikálta magát Apex, aki 5., Neo 6, Hungabicska 7, Apacs 8, Dani 9, Botond 10 és Barna BTV a 11. helyen. Hát mivel, hogy nagyon nem fog esni, hisz sivatagos környezetben vagyunk, így esőre nem számítok, szóval egy, remélem, egy izgalmas száraz futamot láthatunk. És már meg is kaptuk a vészharangot Eisner Budapestről, hogy 21:18-kor elindulhat a mezőny. Mondjuk, ha esne az eső, annak hát szerintem senki sem örülne, de szerencsére nem esik. A boxba láthatjuk azt a nagyon szép lebegő medencét, amit a szaúdiak építettek. Elképesztő technológia. 2023-ban már ilyenek is vannak. Szóval amíg tart még ez a szünet, ez a jó 4-3 perces szünet, addig ezt én is kiveszem, gyors hidratálok, hogy ne a verseny végére, hisz mondjuk ez a 13 kör, ez megvan egy fél óra alatt körülbelül, ha safety car nem lesz, bár meg is nézem, hogy a safety car, ha tudnám is, hogy hol van beállítva az, nem itt, safety car reduceden van, bár Reduce-don is olyanokra szokta behívni az FIA safety card, hogy csak ámulok rajta, hogy ez ilyenért is behívja. Például az én esetem előző héten Ausztráliában, hogy megpörögtem, azt törtem a szárnyam, és csak ennyi történt. Nyomtam egy 360-t, és már zúztam is tovább. De erre bejött a safety car. Hát mondom, az nagyon jó. És szerintem az is reduceden volt, reduce-don, szóval érdekes ez a játék, nem vagyok meglepődve, hisz így által generált valami. Szóval nem is beszélek sokat, mert tényleg kiszáradok, egy másodperc érkezem. Senki se nyomta el, ugye ez egy nagyon szép respekt mindenkinek, bár ez a mezőny nem is olyan, hogy rögt van véletlen, de ez belefér. Nem fogom most megnézni, hogy ki milyen gumikon indul, hisz azért még mindig van 2 perc, míg minden változhat, előre meg nem iszunk a medve bőrére. Szépen kivárjuk ezt. Addig elmondom a konstruktőrit is. Amíg várunk, még 1 perc alatt az kivitelezhető.
Az Alpin vezeti, ugye ez még az ausztrál előtti pontállás, még az ausztráli nincs begépelve. Szóval az Alpin vezeti a konstruktorit 434 ponttal, mögötte az Alfa Tauri 419-el, szóval ott még akár helycsere is lehet, de ugye még nincs eldöntve a konstruktőri első helyezett sem. Az Alfa Tauri után következik az Alfa Romeo, ők 66 pontot gyűjtöttek Turbo Tomival a fedélzetén is. Mercedes a negyedik, 203 ponttal, a Ferrari az ötödik, 175 ponttal, aztán követi őket a Red Bull a hatodik helyen, 157 ponttal, majd a Williams a hetedik helyen, 145 pont egységgel, aztán a Haas a nyolcadik helyen, 129 ponttal, Aston Martin 9. 103 ponttal, és az utolsó helyen a McLaren 57 gyűjtött ponttal az idei szezonban. És ezek ugye, ne tessék elfelejteni, ez még Ausztrália előtti nagy díj, ami talán Imola volt. Szerintem Imola volt, mert nem emlékszem pontosan rá. Azok a pontállás, ami van frissítve. De hát ugye még ott van az Ausztrália verseny, ahol még bőven szereztek pontot a pilóták, és lesz még ez, igaz, itt fél pontok lesznek osztva. De ez még kiderül, hogy ki fog célba érni egyáltalán, hisz Szaúd-Arábia híres azokról a kanyarokról, ahol könnyen el lehet dobni, könnyen lehet törni az autót. Szóval nem lesz egyszerű versenye a mezőny többi tagjának sem. De hát itt azért jó versenyzők vannak, hogy szerintem törés az minimum szint. Itt azért jó csaták biztos, hogy lesznek, hisz nagyon jó kaliberű pilóták versenyeznek itt az alban is, meg a médiumban és a hardban is. És akkor hát megkaptuk a stratégiát, aki lágyakon indul, az 5.-7. körben választhatja a médiumot, és lehet hardra is kijönni, ahogy láttam, de az is csak lágyról rajtolva. De nézzük, hogy ki döntött a kerekek mellett. Turbo Tomi a médiumok mellett tette le a voksát, ő biztos, hogy el fog menni a 8. körig is akár, az utolsó 4-5, akár 3 körben is föl tudja rakni azokat a lágyakat. Márton, Oswald és Eisner Budapest lágyakon, Apex Keki, Neo Zephyr médiumokon, majd utána két Mercedes lágyakon van, Dani médiumokon, Wimmerbotton lágyakon és Barna BTV is médiumokon van. És hát lassan kezdődik a verseny, az öt mindjárt kigyullad és el is alszik. Ami azt jelenti, hogy innen hátulról nem nagyon tenni, de jobban kapta el a rajtot Schindel, és be is vágott, és el is ment Turbo Tomi mellett, és Neo is jött föl egy helyet ott hátul, viszont Hungabicska az, aki pozíciókat veszt. Ú, itt azért összegyűlt hátul a nép. Hárman, már ketten is egymás mellett akarnak menni. Sokan vannak ott hátul, Barna BTV türelmetlen, próbálna előzni Apex Kekit. Egyelőre ez nincs meg. Folyik itt elől. Egyelőre Schindelnek ez a lágygum is rajta, ez nagyon jól jött ki. Az első helyen fordult, már az első kanyarban. Most nézzük itt. Wimmerbotton esett hátra. Nagyon, hisz már 8 tizedre le van maradva a Hungabicskától, itt viszont föltorlódott a mezőny. Egy kicsi kocs ott a fallal. Majd Dani is egy picit szélesebben kezdi azt a kanyart, és ketten is összetörik. Hungabicska is, Wimmerbotton is. Mind a kettőjüknek a szárt. És safety car egyből az első körben.
Hisz már majdnem végigértünk, és kijön ki, Schindel, kijön a lágyakon, és Oswald is, double stack. És jön, jó, de sokan jönnek. Ez itt a felemezőny kijön, a hungabicskát is beleértve. A felemezőny az boxot látogatta már az első körben, egyéb okok miatt. Ugye Wimmer Botond és hungabicska ugye szárnycsere miatt egyrészt, többiek pedig innen Oswald tó egészen idáig, Schindelig stratégiai gumicsere. Ezzel el lehet venni a végéig, sőt el is fognak menni a végéig a versenyzők, és úgy látom, hogy innentől mindenki alá a médiumokat rakta föl, szóval innentől ez már sima liba, és hungabicskán is az van. Itt Turbo Tomi visszakapta az első helyet, bár ő médiumokon van, ahogy Neo is, Dani is, Apex Keki is, és Barna BTV is. Így akkor, ha jól tudom, így akkor az egész médiumokon, ami érdekes. Hisz azért nulla körös médiumokon van a felemezőny Schindeléktől, lefele, végig. Barna BTV-től az elsőt viszont azért már használt egykörös médiumokon. Egy kör az eltérés a gumik között. Szóval érdekes lehet, mert most nagyjából olyan 1%-on lehetnek majd a gumik. És hát innentől már csak az van, hogy ugye Turbo Toméknak lesz kötelező kiáll. És hát ez most, ez a safety gun nem nagyon jól jött jól a médium gumisoknak. Mert amíg 25 lenne, még azt mondom, hogy jó, ez semmire se elég. Szóval itt azért jól a gumikat végig nem mehet vele, akármennyire is szeretne és tudna is. Azért kizárás jár, hisz legalább egy szett kell rakni egy versenytáv alatt. Szóval minimum egyszer azt a box utcát meg kell látogatni. És hát ugye a játékban nincs olyan, miközben Apex aki kap, Apex Keki kap, gyorsan mondtam, 5 másodpercet Danival való ütközés során. Szóval, nem tudom, hogy hova akartam kiukadni és hol tartottam, elvette a figyelmet ez az 5 másodperc. Szóval, itt most mindenkinek úgy kell taktikázni, hogy Schindelék már talán végig mennek ezzel ezzel a médium keverékkel, Barnáéktól fölfele viszont még egyszer azért tényleg meg kell látogatni ezt a box utcát, és nem biztos, hogy vissza. És itt ugyanazt a gumit, szóval egy újabb médium gumit kapnak föl, szóval egy szedbeli különbségnek kell lenni a box kiállásnál. Raknak fel a végén, de akármennyire is gyorsak tudnak lenni, Schindelék biztos, hogy ki fognak autózni ennyi különbséget, egy box utcai különbséget legalább, hogy ne lehessen ezt behozni. Már ha még egy szép végén, de ezt nem szeretem mondani, írtózok is tőle, mert Ausztráliában is, amikor kommentáltam, a végén jött a safety car, ha jól emlékszem. Hát itt a 7. kör körül jöhetne egy safety car. Hisz onnantól már a 8.-9. kör az már a verseny végét jelenti, ott már csak virtuális safety car fázis léphet érvénybe, miközben Bermeilender Josefia úgy dönt, hogy bejönnek, én meg gyorsít váltogatok. Na nézzük akkor Turbo Tomi rajtját, hogy indít újra safety car után. Azért beijesztett, de azért Neo résen van, és majdnem mondhatni, hogy jól kapta el, de Neo is ott van, sőt Dani mögött már figyelni kell azt az Alfa Romeo-t. Hárman és ketten is egymás mellett, Apex, aki nagyon szépen alá fordul Barna BTV-nek, közben ott még egy, és opá, oly tömegbaleset! Ketten is megforognak, és Wimmer Botond esik ennyiből.
Viszont safety car sincs, és virtuális safety car fázis sincs. Szóval megúsztuk most ezt a safety car-os újraindítást. Viszont mínusz egy pilóta Wimmer Button díj, tehát kiesik ebből a versenyből. Nem láttam, hogy mi történt, ott viszont láttam, hogy azért barnáik ott meglökték egymást. És ebből adódóan kipörgött mind a két pilóta, és sokukat egymásba rántva miközben. És megint töri a szárnyát Hungabicska, megint a fallal érhetett össze. Viszont ha összetöri, az össze is törte, és ha ezzel safety cart okoz, akkor ez nem volt szép megmozdulás, és safety cart is okoz. Meg lehetett volna simán oldani egy retire-rel a boxban is, és akkor nem lesz safety car. Na de hát így viszont Turbo Tomiéknak esélye adódhat bejönni a boxba, és tesznek. Turbo Tomi belső, mindenki benn lesz. És szerintem, opá, Schindel, ja, Schindel nem. Sőt, szerintem akik kim voltak nem, Turbo, apat sem, meg vagyok keveredve a nevekkel, bocsánat. Az első három nem jött ki, viszont a negyedik helytől egészen a kilencedikig mindenki a box utcában. Lágyakat rakott föl Turbo Tomi. Kint lesz talán egy fél körig, egy körig a safety car. A hatodiktól nyomják rendesen az 5-7 kör, amit jósolt a lágy a stratégiának. Nagyjából teljesíthető. Talán. Már nem vagyok jó ilyen jóslatokba, szóval inkább maradjunk a talánnál. Leisner Budapest viszont felrakta a médiumokat. Nem tudom, hogy ő milyen gumi rajtolt, de szerintem ő lágyakon rajtolt. Rossz az emlékezetem. Rövid távú memóriám nem nagyon jó. Ezer Budapest már három gumim volt, lágyon rajtolt, felrakta a médiumot, és most megint felrakta a médiumot, szóval ő az egyedüli, aki... Egyszer volt... Nem. Csak kétszer. Kétszer állt ki, mindenki más csak egyszer. És már föl is ért a mezőnyre. A mezőny... Már csak a Apex Keki van, aki közel 9 másodperc, 10 másodperc, bocsánat, hátrányba autózik, de... hamar odaérhet rájuk, és a safety car gondolhat egyet, és már indít. Így egy Ferrari és egy Mercedes-től búcsúzunk, közel 5 kör leforgása alatt, és most már csak 9 versenyző fog pontot szerezni, amit ne felejtsünk, hogy ugye félpontok vannak, félpontokat osztunk ugye a kevés létszám miatt, azért is van csak 25%. Ez a 25% is lassabb már olyan hosszú távú lesz, mint egy 50%-os. Csak itt a safety car az, aki többet van a pályán, mint ami verseny körülmény itt volt. Hisz az első körbe bejött, aztán versenyeztünk talán egy kört, akkor két kört volt talán verseny. Ebből a hatból. Sőt, még talán annyi sem, mert háromnegyed, majdnem mondhatom, háromnegyed körnek, ami volt az első körben verseny, szóval, ja, talán három kör, amiben volt a safety, volt verseny, a safety car az összes többiben szerepet vállalt. Mindenki fölért, és akkor bízunk abban, hogy ebben a körben már kivonul a safety car, és újra elkezdődhet a verseny. A Pexkepi zárja a sort, ő lágyakon, Barna BTV is a lágyakat választotta, Eisner Budapest viszont a gumiában bízik, és nem akar defektet a végére, ha túlzottan nyomja, ezt lehet nyomni, nem lesz annyi százalék a végén, mint a lágyaknál, Dani is lágyakon, itt szinte az egész mezőny lágyakon, kivéve az első három, és Eisner Budapest. Többiek mindenki egykörös lágyakon, és Eisner pedig egykörös médiumokon. De látunk az első helyre, Mártonra, hisz minden azért jobban látni a safety cart, hogy mikor kapcsolja ki a fényeit, és akkor egyből tudunk értesülni, hogy a safety car kimegy a mezőny elől. Nagyjából itt kéne, hogy jelezzen a safety carnak,
és jelez is, szóval a safety car elhagyja a pályát ebben a körben, és Martonunk vezetésével elindulhat a tornasor az utolsó körökre itt Szaúd-Arábiában. És most indít újra a legjobb pillanatban, amikor Oswald a lehető legjobban ott tud maradni a pacs mellett. Nézzük, egymás mellett a két autó, Oswald elfordul első helyen, ketten is le kell, hogy szélesítsék azt a kanyart, el kell jönniük egyenesen. A pacs visszaszerzi azt a második helyet. Hátul minden rendben van, de viszont jön Neo is. Ő viszont friss lágyakon. Sőt, ahogy mögötte érkező Turbo Tomi is friss lágyakon van. Schindel ellépett már bő egy másodperc az előnye, 1,3, majdnem közelít a másfél másodperces előnyhöz. Turbo Tomihoz képest a második helyen. Azért Turbo Tomi is már egy fél másodpercre már ellógott. Itt viszont volt egy kis bizonytalanság a kanyarnál, talán még egy falat is érintett, miközben Turbo Tomi szed össze 3 másodperc büntetést, és egyedülként a mezőnyben neki van csak egyedül büntetése. Nagyon közel van Neo is. Neo mindennél közelebb van Oswaldhoz, sőt Turbo Tomi is egy lépéssel már mögöttük jár. De érkezik a Ferrari, itt jelenleg nem dobja be, és ott hátul is. Azért rendben van minden. Jobb a kigyorsítása Neónak, nyomja is az ERS-t, de nyomja az előtte lévő Oswald és a DRS, sőt ezt nézzük innen Páholyból, innen. Turbo Tomi bedobja belülre, jó, jött, elférnek-e hárman? Nem, de megoldották nagyon ügyesen, nem értek össze és nem keveredtek balesetbe. Ez egy óriási mozdulatsor volt. De minden marad ugyanúgy, senki sem vesztett pozíciót, max időt Oswald. De nagyon meglepte Turbo Tomi ezzel a két versenyzőt, hisz senki sem számított rá, hogy oda Turbo Tomi csak úgy berakja. Neo viszont támad, kívül maradna, bedobja belülre, belül marad, és belül próbál meg rágyorsítani Neo, ami sikerül. Viszont akkor nézzük Oswald kamerájából, még mindig egymás mellett vannak, összeérnek egy picit. Turbo Tomi használja ki azt, hogy egy picit Oswald egyensúlyt vesztett, viszont Turbo Tomi már támadja Neót. És ez a csata most hármójuk között nagyon-nagyon jó. Bár Turbo Tomi és Neo is azért frissebb lágyakon van. Oswald már az ötkörös lágyakat nyomja, itt viszont egy csata és egy nagyon szép helikopter kamera, amit kapunk, de ez most nem épp előnyös kameraállás. Oswald rágyorsul Turbo Tomira, miközben Marci már 2 másodperc előnnyel rendelkezik, és a safety, a DRS is használható ettől a körtől kezdve. Dani viszont boxban. Tört neki a szárnya, vagy miért jön ki a boxba? Szerintem az dolog, hogy új lágyat kap, és új szárnyat is, szóval lehet, hogy sérült. Mi a helyzet itt hátul? Most stagnálnak a különbségek, mindenki távolodik egymástól. Apex-ek ki van nagyon közel, és Turbo Tomi is nagyon határon autózik a 5-10-nél. A Reisner Budapestnek igaz friss médiumja van, de Oswaldtól is még messze van. A DRS-t használhatja majdnem, hogy mindenki, kivéve Apacs, Marci és Dani. Itt közben egy megforgás, Apex Keki töri a szárnyát, 9. kör, safety car nem fog bejönni, nézzük.
Miközben nézzük már ezt a helikopter kamerát, mert ez nagyon szép. Érkezik Neo, sőt Turbo Tom is érkezik nagyon. És Turbo Tom is nyithatja átsó szárnyát, ahogy Oswald is, viszont Eisner Budapest már nem, és Barna BTV sem most már. Érkezik Neo, nagyon könnyű helyzetben van, hogy ő használhatja a DRS-t, a leggyorsabb kört is megfutja ezzel, egy 30-as kör már. És ezzel elviheti majd a leggyorsabb körért járó egy pontot is, ha nem szólnak bele. Már Dani nagyon közel van, Apacs viszont a falhoz volt közel, talán meg is érintette azt. Szárnya viszont talán nem tört a Mercedes-es pilótának. Én viszont nem tudom, hová csak kamerában, mert sehol sincs olyan jó kamera nézet, ami meg is érné ezt figyelni. Néha bedob egy-két külső nézetes jó kamerát, miközben a Peteki is kap egy 3 másodpercet, és kanyarvágásért. Itt viszont legyorsulhatja, és Oswald is kap egy 3 másodpercet. Szaporodunk itt másodpercügyileg, már a harmadik versenyző, akinek megvan ez a 3 másodperces büntetés. Érkezik Turbo Tomi is, és ő is nagyon közel van. Oswald maradt le 1,4 másodpercre. Jön Neo, kívülről akarna ráfordulni. A DRS viszont túl apacsé lesz. És simán visszagyorsulja Neót. Neo próbálhat egy bedobással, de nem kísérletezik. Inkább a biztosra megy, ami tényleg egy nagyon jó döntés lehet ebben a helyzetben. Viszont figyelniük kell, bár büntetése van Turbo Tominak, de itt ha valaki hibázik, az a futamjába is kerülhet. Hisz már csak 2 kör van ebből a versenyből, és hát ők hárman nagyon jól összegyűltek és csatáznak. Közben Apacs is összeszed egy 3 másodpercet, ami Neónak így már egy második helyet tud szerezni. Közben Dani még egyszer megpörgött, vagy csak sárga zászló volt nála. Ha megpörgött, akkor vissza is tudott állni. Sikeresen. Húha, Tomi azért még a határokat feszegeti azokon. Ezekben a kanyarokban, de hát itt így is kell versenyezni, utcai pálya. Közel vannak a falak, és hát utcai pálya. Szaúd-Arábia. Neónak innentől már a végtelenül nagy türelmére lesz szükség. Ez azért kockázatot nem szabad vállalni, így hogy van büntetése Apacsnak, és a mögöttel érkező két versenyzőnek is. Viszont itt érkezik a Ferrari. Nagyon kevés RS-sel kívül próbálna meg. Még mindig egymás mellett, és maradnak is egymás mellett. Apacs próbál rá visszagyorsítani, ami nem sikerül, be is sorol mögé. Neónak így megvan ez a pozíció, második, most már nem csak büntetés miatt, hanem most már a pályán is meg lehet neki ez a második hely. Turbo Tominál meg látom, hogy azért fogytak azok a lágyak, és nem nagyon tudja pályán tartani. Küszköd velük, de már csak 2 kör lesz. Ez plusz a következő. És lehet, hogy a médiumosok jártak jól, Apacs! Az utolsó előtti körben. Pedig nagyon jó helyen volt Apacsunk. Visszacsúszik így a 7. helyre, Apex, aki nagyon messze van. Így, hogy ők is sárga zászlót okoznak. Meg azért gyors bekapcsolom ezt a helikopter kamerát. Ha már van, akkor használjuk ki. Így akkor viszont Turbo Tomi lép fel a 3. helyre. És maradhat is ott. Hisz annak is van mögötte büntetés. De viszont jön Eisner Budapest, sőt, annyira jön Eisner Budapest, hogy én inkább a helikopter kamerába gyönyörködök, és Eisner Budapestnek nincs büntetése, szóval így marad, és előz is Eisner Budapest ezekkel a még friss médiumokkal.
Meg lehet a harmadik hely. Apacs összetöri, vagyis hát boxba retire. Szegénynek ez nem jött össze. Pedig egy nagyon jó versenyt futott az időmérő is, úgy ahogy összejött, de a verseny volt a legjobb. Kimaradt ezekből a balhékból, és sajnos egy megpörgés, az a médium gumi már nem bírta olyan tempóval bevenni azt a kanyart. Viszont jön Neisner Budapest, akinek így nincs büntetése, és a harmadik hely már garantált. Csak ilyen távolságba kell maradni Turbo Tomihoz. És akkor megvan neki is a dobogó. Van a BTV is kap egy büntetést, és már csak négyen maradtak. És el is dobja. Nem sérült. Eldobta. Dani is kap egy másodat, akkor már csak hárman maradtunk a legvégére. Érkezik Turbo Tomi az utolsó kör, utolsó kanyarjában. Elmegy Neo mellett, Neónak ezt hagyni kell. Hisz így is úgy is meg lesz neki így a pozíció. DRS is, miközben Schinderről lemaradtunk, de ő megnyeri a versenyt, itt viszont hárman jönnek, négyen. És akkor már így a fele megvan, már csak három versenyzőre várunk. És viszont majdnem, hogy nagy csata lesz. Daninak még lehet esélye. Nem tudom, mennyi büntetések vannak. Sőt, Daninak így megvan a hetedik hely. Tészte ki meg a nyolcadik. Egy hármat fog bukni. A legtöbbet Barna BTV hozta. És játék szerint ő lesz szerintem a Driver of the Day. És vége is ennek a csonkított verseny hétvégének. 8 befejező volt a 11-ből. És így is van, Barna BTV lett a Driver of the Day a játék szerint. És hamarosan itt vannak az ünneplők is, akik megkapják a félpontokat majd. De először a dobogósokat ünnepeljük meg. Itt van Schindel, aki győz, igaz. Ez jó lett volna egy 2-3 futammal ezelőtt. Mert akkor talán még esélye is lett volna a VB címre harcolni. De ezért ez sem egy csúnya eredmény, sőt. Szaúd-arábiai győzelem, igaz. Nem a megszokott formában. Csapat is gratulál neki, ahogy látszik. És mert a jól megérdemelt pezsgőzés. Itt a legvégén. Következő héten viszont Bahreinnel folytatjuk. És a szezon záró lesz. Reméljük, hogy akkor már több létszámmal, több versenyzővel fogjuk majd azt a szezonzárót elindítani. Max, ha nem lesz meg a létszám, akkor ki szerintem Eisner Budapesték azon is elgondolkodhatnak, hogy be fogják-e telítetni esetleg egy médium mezőnnyel, vagy egy hárdal is, aki szeretné a záróra, hogy legyünk meg 20-an. Viszont a végeredményt azt nem láttam, szóval nem is nagyon mutatta a játék, aminek őszintén szólva nem akarok súlyát mondani, de nagyon örülök, inkább így fejezem ki magam. Szóval ennyi, hát akkor végeredmény nélkül, de a verseny. Én szeretném megköszönni nektek a figyelmet, jövő héten találkozunk. Így egy megcsonkított versennyel gazdagodtunk. Tehát találkozunk jövő héten. Sziasztok!